A NEK a férfi NB1-bés csapatának kerete idén nem sokat változott, ez megkönnyíti Sótonyi László vezetőedző dolgát. A fiúk motiváltan dolgoztak a felkészülés alatt, majd a Pler elleni bravúros győzelemmel kezdték a bajnokságot. Az eddigi évekhez képest arányaiban már sokkal kevesebb külső embert kellett hoznunk, ez mindenképpen pozitív folyamat vagy tendencia, tehát igyekszünk saját forrásból elsősorban pótolni ezeket a játékosokat, akik tőlünk kikerülnek. Megmaradt egy stabil váz, ehhez még hozzájött ugye a Stranigyan, illetve a Radvánszki Zsolt Bálóval van, Alexa Tamás a kapuban, de ez mindenképpen szempont volt, hogy maradjon együtt a csapatnak az a része, akire lehet építeni, aki már úgymond az NB1-ben valamennyire szerzett egy kis rutint, van egy kis tapasztalata, vannak olyan kvalitásai, hogy tudják a csapatot segíteni a céljai elérésében, viszont még nincsenek abban a helyzetben, ahol NB1-be játszanak. Talán ez most így egy ilyen sikeres, egy ilyen egyvelege megint a csapatnak az idei év, és hát nagyon bízom abban, hogy folytatódik az a jó kezdés, ami az első rangadónkon megtörtént. Bízom abban, hogy lesz bajnokság, végig tudjuk játszani. Bízom abban, hogy jól szerepelünk idén. Ez a kulcs, hogy van egy konkrét elképzelésünk, amit mi szeretnénk játszani, és nem mindig az ellenféltől függően találunk ki mindig valami újat. Van egy alapunk, ami viszont gondolkozást igényel. Ezt próbáljuk mi egyre jobban csiszolni, kihegyezni a védekezésre, a labdaszerzéseinkre, illetve az egész játékban egy tudatosságra. Én azt gondolom, hogy a játékosok erre vevők, tehát jól dolgoznak, intelligensek, és lehet velük nagyon szépen haladni. És ez nagyon-nagyon jó a napi szinten a munka velük, ez egy nagy öröm és feltöltődés. Azt gondolom, hogy jó úton vagyunk. De a végső eredmény, a végső siker az majd az lesz, hogyha ezek a srácok egy olyan környezetbe kerülnek innen ki, egy olyan csapatba, ahol ez a fejlődés folytatódhat, és ahol tényleg ezek az alapok, amiket itt kapnak, kiteljesedhetnek vele, vagy velük, és jó játékosok válhatnak belőlük.